A Rongykutya több mint egy könyvesbolt, a művelődési ház, a múzeumok és a könyvtár mellett a közművelődés egyik szinteres sátorai Újhelyben. Az üzletben már több alkalommal rendeztek az olvasást népszerűsítő programokat, elsősorban gyerekeknek. Legutóbb azonban a felnőtt közönséget szólították meg. A boltban mutatta be új könyvét a város szülöttje, Neszlár Sándor. A kezdet-kezdetén, amikor még csak gondolkodtunk arról, hogy könyvesboltot nyitunk, ez a vonal már megjelent. Elsősorban a gyerek irodalom népszerűsítése, az olvasás népszerűsítése volt a fő csapásvonal, amin elindultunk, és ez természetesen hozta magával azt, hogy ha a gyereknek kínálunk programot, akkor a szülőnek is legyen egy jó estéje nálunk, úgyhogy amikor a logónkat elkészítette a grafikus, akkor ő nagyon találóan, ma pont rácsodálkoztam, mennyire találóan fogalmazta meg, hogy hol volt, hol nem volt. Ez végig kíséri a mindennapjainkat. Az Egy ács nevelt fiának lenni című könyv egyediségét adja, hogy a szerző minden lefutott kilométerhez írt egy mondatot. Ezekből a mondatokból áll össze a regény. A kötet 1111 mondatot tartalmaz. A könyv 50 mondatos egységekre bontva tartalmazza az író gondolatait, minden fejezetet egy hosszabb lélegzetvételű gondolat zár. Az a cél, hogy itt vannak különböző mondatok, egymástól nagyon különálló mondatok, amelyek egy idő után valamelyest így egy szép kerek egészet ki fognak tenni, de nem úgy, amikor egy történetben megismerjük, hogy említettem itt a beszélgetés alatt, hogy egy krimiben meg fogjuk tudni, hogy ki a gyilkos, itt nem ilyen szintű, nem így fog összeállni az egész történet, de itt szerintem az izgalmas inkább az, hogy elkezdjük olvasni ezt a könyvet, és fokról-fokról előrébb jutunk, így az előző mondatok így elkezdik megerősíteni a következő mondatokat, és így ezáltal így elkezdenek ezek egymással beszélgetni, és talán a végére összeáll egy olyan kép, amire azt tudjuk majd mondani, hogy hát igen, elolvastam 1111 mondatot, és ezek mégiscsak valahogy összeálltak számunkra fontos dolgokká. A Sátoraljai Újhelyi bemutatón Lapis Sándor, irodalomtörténész beszélgetett az íróval a könyv megszületéséről. Nagyon izgalmas, ízlelgetős, finom, nem olyan, amit az ember így feltétlenül egyszerre, egy végtébe gyorsan végigolvassa, nem olyan, amit sokszor vissza lehet térni hozzá, tényleg mint egy minőségi bor, én azt tudnám hasonlítani. Az Egy ács nevelt fiának lenni mondatai főnévi igenevekben íródtak. A személytelen megfogalmazás azonban személyessé teszi a történetet. Az olvasót is arra készteti, hogy a gondolatokon keresztül saját életét is végigfussa.